Sziasztok, ez itt a Szertár, én Zsíros László Róbert vagyok. Annyira egyszerű lesz a mai kísérlet, hogy mindössze egy gégecsőre van hozzá szükségetek, amit ha megpörgettek, hangot fog kiadni. A csőnek az egyik vége nyugalomban volt, itt a levegő is állt. Ezzel szemben a másik vége folyamatosan mozgott, itt a levegő is mozgott előtte, már pedig áramló levegőben kisebb a nyomás, mint nyugvó levegőben. A nyomás kiegyenlítésére megindult a csőben a levegő, ahogy haladt előre, beleütközött ezekbe a recékbe, és apró örvények keletkeztek, az örvények pedig aztán álló hullámokat gerjesztettek. Ez volt az, amit hangként lehetett hallani. Minél gyorsabban forgatjátok a csövet, annál nagyobb lesz a nyomáskülönbség, annál gyorsabban folyik a csőben a levegő, annál sűrűbben keletkeznek az örvények, annál magasabb hangot lehet hallani. Még érdekesebb hanghatásokat lehet elérni a kísérlet közben, hogyha közel álltok a plazma tévéhez vagy a csillárhoz. Ha ne adj Isten, nincs otthon gégecsövetek, semmi gond. Elmentek egy barkácsáruházba, még meg sem kell venni, hiszen ott helyben is ki tudjátok próbálni. Legfeljebb egy picit furcsán fognak rátok nézni. Ez volt a Szertár, jövő héten találkozunk, sziasztok!